Sziasztok, ti nagyon kitartó rajongók! Ebben a videóban bókokat fogunk megtanulni, illetve kifigurázni, de hát ez az infúzió. A napokban az jutott eszembe, hogy vannak bókok, amik nem feltétlenül pozitívak, illetve nem csak pozitívan lehet őket érteni, és hát ez már nálam egy videó téma. Szóval arra gondoltam, hogy bókokat fogok összegyűjteni, és megmutatom őket egy kicsit más oldalról, más szemszögből. Tulajdonképpen ezzel megint csak segítek az emberiségnek, mint minden videóban. Gondolok itt arra, hogy például van az a bók, hogy egyik szemed szebb, mint a másik. És ez olyan jól hangzik, hogy olyan szép szemeid vannak. Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy mintha azt mondod el neki, hogy tök aszimmetrikus a fejed. Az egyik szemed olyan szép, a másik pedig még szebb. Mindkét szemed olyan szép, csak ne gyere szembe. Vagy például a másik, amit még magamtól ki tudtam találni, igen, nagy bókolós vagyok, hogy ma nagyon jól nézel ki, és ez az a kategória, amikor túl sok részlet van ugye benne a bókban, ma nézel ki nagyon jól. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy ma végre jól nézel ki, ma nagyon jól nézel ki. Miért? Tegnap nem néztem ki jól? De, tegnap is jól néztél ki, de ma még jobban. De hát csúnya voltam tegnap. Hogyan lehetne kijavítani ezeket a kifejezéseket? Mindkét szemed szebb, mint másoké. Ma is nagyon jól nézel ki. Mivel a saját bókokkal ideig jutottam, úgyhogy elkezdtem az interneten keresgélni, nagyon érdekes, hogy sok oldal egyébként azt ajánlja, hogy rendszeresen bókoljunk a nőknek, mert arra van szükségük. Ezzel kell fenntartani a lángot egy kapcsolatban, hogy időnként bókolunk. De ezzel nem teljesen tudok egyetérteni, ez ugye személyiség függő, persze ezek az oldalak általánosítanak, hogy minden nőnek ez kell. Jó, persze az emberek általában szeretnek bókokat hallani, csak nem egyforma mennyiségben. A másik, igazából a nagyobb problémám ezekkel a listákkal, hogy a bókok azok mindig helyzetfüggőek. Tehát van például olyan a listán, hogy memória működj, van benne olyan, hogy nagyon tetszik, ahogy nevetsz, mindig hátradobod a hajad, valami ilyesmi szöveg. Hát ezt nyilván annak tudod előni, aki hátradobja a haját. Szóval valamilyen szempontból tulajdonképpen ezeknek a listáknak nem sok értelme van, mert ugye mindig az aktuális emberre vonatkozó dolgokat kell mondani. De hát akkor vegyük úgy ezeket, mint példák, mint szempontok. Ettől függetlenül vagy nem tudok ezzel így teljesen egyetérteni, hogy így bók. Mit tudom én, összeveszel a csajjal, és akkor kihúzod majd egy-két bókkal. Na, de lássuk, mit lehet ezekből kihozni. Infúzió nyelven ez azt jelenti, hogy próbáljuk meg kiforgatni ezeket a mondatokat. Ha rám nézel, mindig mosolygok. Persze itt ebben a szövegben a mosolyt az úgy kell érteni, hogy a boldogságtól mosolyogsz, de önmagában egy mosoly ugye nem feltétlenül hordoz pozitív jelentést. Például, ha rám nézel, mindig mosolygok, alig bírom visszatartani a röhögést, már olyan hülyén áll rajtad, ez a piros pöttyös sapka, veled bármire képesnek érzem magam. Vannak ezek a túlzó bókok, például ez, amik már annyira sok mindennek akarnak lenni, hogy igazából ugye semmik. Ne ugorj a vízbe, nem tudsz úszni! Veled bármire képesnek érzem magam. Hát ez fulladás akart lenne, hogy elsüllyedt a vízbe, mert nem következik. A világ végéig is követnélek. Erről nekem az jut eszembe, amikor édesanyád, nem az enyém, hanem úgy általánosságban mondom, mindenkinek az édesanyja. Szóval amikor édesanyánk gyerekkorunkban ugye azt mondja nekünk, hogy a kútba is utána ugranál? Igen, a világ végéig is követnélek, támogatlak bármiben. Ez lehetne a veled bármire képes vagyoknak a párja, nem tudok úszni, de veled bármire képesnek érzem magam. Támogatlak bármiben. Nagyra értékelem a figyelmedet, és azt, ahogy velem, per, a szeretteimmel törődsz. Ki beszél így? Köszönöm, hogy hagytad, hogy kibeszéljem magamból a feszültséget, és meghallgattál. Köszönöm, hogy kiabálhattam veled. Elképzelem a másik oldalt, akinek ezt mondja. Nincs mit, szívesen, máskor is meghallgatlak. Asztal, de jól nézel ki, nézd meg magad! Az első rész még oké, asztal, de jól nézel ki, De a másik, nézd meg magad. Hát ezt pont akkor szoktuk használni, pont az ellenkező esetben, amikor nem nézel ki jól. Már megint lehetted magad, hogy nézel ki, nézd meg magad! Nagyon jól mutat ez a ruha, per öltöny, per farmer rajtad. Most ha gonosz lennék, szóval mivel gonosz vagyok, ebben esetleg úgy tudnék belekötni, hogy itt is miért kell kiemelni így a ruhát? Miért? A másik meg nem álljon rajtam?
akkor nem csak leszólunk, úgy lehetne esetleg javítani rajta, hogy nagyon jól mutat ez a ruha is rajtad, és akkor nincs ez kiemelve, hogy ez mutat jól rajtad, hanem ó, rajtad annyi minden jól lát, annyira tökéletes vagy, még ez is jól áll rajtad. És ennek az oldalnak az alján az a tanács, hogy te is dicsérj meg valakit, csak úgy spontán, és nézd meg a reakciót. Én erre mondtam azt, hogy szerintem ezek mindig csak úgy a helyzetbe illenek bele, tehát akkor esik jól, mert akkor érződik őszintének. Azért hazajössz, és azt mondod a lánynak, hogy jaj, de jól áll rajtad ez a farmer, de hát szoknya van rajtam. Van egy topshopos oldal, ahol hát nagyon érdekes tanácsok vannak, amellett, hogy nagyon sokat kell bókolni a nőknek, bókkel, Chris Rock is megmondta. Például ilyen tanácsot is találunk ott, hogy érdemes az elkötelezettségre is utalni, például azzal, hogy lenne kedved eljönni a diplomaosztomra fél év múlva. Szóval tulajdonképpen ezzel azt sugallod neki az író szerint, hogy hosszabb távban gondolkodsz, hogy még te fél év múlva is szeretnél vele kapcsolatban lenni. Nekem erről az jut eszembe, de hát akkor különben nem lenne ez a videó, hogy kicsit olyan, mint egy lekoptatás, hogy találkozunk, ó, persze, lesz fél év múlva egy diplomaosztom, oké? Senki más nem érdekel. Ezzel tulajdonképpen azt sugallja, hogy nagyon tapadós. Nem fogod tudni levakarni. Továbbá javasolja még az oldal, hogy csináljunk úgy, mintha féltékenyek lennénk. Ugyanis egy nő azt várja a férfitól, hogy védelmezze a kapcsolatot. És hát vannak itt példamondatok, hol voltál, ki ez a fickó, ki hívott. Ez ma jól fog esni a nőknek, mert úgy érzik, hogy egy igazi féltékeny állat vagy, és ők azt szeretik. Hát szerintem a féltékenységben nincsen semmi pozitív. A többség a szereti pozitívnak beállítani, hogy hú, de ragaszkodik hozzám, hú, de szeret engem, hiszen féltékeny. De ez inkább olyan önzőség kategória, meg ilyen magadhoz láncolás kategória. Nincsen szegénynek szabad tere, mindenről tudnod kell, mindenről jelentenie kell, mindent az ellenőrzésed alatt kell tartani. Szóval nem az a megbízok benne, támogatom mindenben. Szóval nem egy ilyen egészséges légkör. Mi az a hülyeség, nem? Tehát a maga a féltékenység az egy rossz érzés. Tehát, hogy belül az mar téged, a másiknak pedig rossz, mert ugye bűntudatot próbálsz benne kelteni, szóval mind a kettőtöknek rossz. És erre azt mondja a többség, hogy hát ez a jó, hát az a jó, hát ha nektek rossz, akkor az a nektek jó, ha nektek rossz. Biztos van benne logika. Megnézem egy ilyen szeretlekmagyarország.hu-s cikket is. Itt már kicsit, hogy is mondjam, aranyosabb volt az összegyűjtő. Például úgy írta meg a bókot, hogy imádnivaló ahogy, és akkor ki van csillagozva a konkrét jellegzetesség helye. Szóval nem megmondja, hogy olyan csinos vagy, olyan okos vagy, olyan valami vagy, hanem írd oda, amit tetszik benne. Nagyon finom vagy. Ezt intim együttléteknél ajánlja. Dicsérgesd az ízét is. Milyen lenne az ellentéte? Nagyon finom vagy, de egy kis hó nem ártana. Így már nem is rossz, de bolondítsuk meg egy kis majorannával. Vagy a másik oldal. Ó, igen. Kérsz egy kis sajtot hozzá? Vagy csak várni kell, és jön a majonéz. Mindegy, és nem mondtam semmit. Minden pasi téged bámul a teremben. Ez ugye arra akar utalni, hogy olyan csinos, hogy mindenki téged néz, de hát, hogyha gonoszak lennénk és kifiguráznánk, amit most csinálunk, akkor ugye azt mondanánk erre, hát igen, mindenki téged bámul, nem kellett volna felvenni a szandált zoknival. Minden pasi téged bámult a teremben. Jó volt a börtönlátogatás. A következő oldalon találunk olyat is, hogy például mit érzel? Mert ugye azt szeretik, hogyha érdeklődünk irántuk. Ja, mit érzel? Hát ugye ezt is lehet sokféleképpen mondani, helyzetfüggő. Te mit érzel? Szuper vagy az ágyban. Egy utalása az intim együttlétre, nekem erről mindig más jut eszembe. Olyan csendesen alszol, olyan nyugodtan, nem húzod magadra a takarót, nem túrsz ki az ágyból, nagyon szuper vagy az ágyban, alvás közben. Tudom, hogy jó anya leszel, már ha szeretne anya lenni. Ez is egy olyan ugye helyzetfüggő, hogyha épp azt tervezitek, de csak úgy benyögni, olyan csinos vagy, és olyan okos, és olyan jó anya leszel. Mi? Ez nem egy olyan első randis bók. Te teszed teljessé az életemet, mert nélküled egy féleszű vagyok. Te teszed teljessé egy... Jó az íze a szádnak, per a testednek. Ez az oldal, igen, közben ugrottam egy oldalt. Szóval ez az oldal is ajánlja az, hogy az intim együttlétekben dicsérgesd az ízét.
Szerintem a finom vagy az jobb, mint a jó az ízed. Ez egy kicsit olyan túl egyszerű. Jobban főzöl, mint az anyukám. Hát ezt mondjuk főzni is el lehet lőni, intim együttlétni már nem lehet. Jobb vagy az ágyban, mint anyu. Más vagy, mint a többi nő. Igen, van ez a kategória is, ezek a kedvenceim egyébként, amikor igazából nincsen benne semmi pozitív, csak úgy utalgatni akarom pozitívra. Ugye ez azt mondja, hogy te különleges, jobb vagy, érdekesebb, mindenben jobb vagy, mint a többi nő. Ugye? De egyébként nincsen benne pozitív szó, tehát azt mondja, hogy más. Mintha azt mondanád neki, hogy neked olyan különleges, egyedi szépséged van. Egyedi a személyiséged. És itt maga az, hogy egyedi, az nem egy pozitív jelentésű szó. Persze, általában ugye pozitívnak vesszük, mert mindenki szeretne egyéniség lenni. De alapvetően nem, ugye csak az, hogy egyedi, nem átlagos, ugye. Kitűnik. És hát ez lehet pozitív irányba is, meg negatív irányba is. Vagy mikor egy ötletét próbálod megdicsérni azzal, hogy ez másnak nem jutna eszébe. Ugye ebben sincsen semmi pozitív jelző igazából. Ez olyan hülyeség, hogy ez másnak nem jut eszébe. Jó, ennyit gyűjtöttem össze. Remélem sokat tanultatok, megtanítottalak titeket bókolni. Ezeknek az oldalaknak a linkje természetesen ott lesz a leírásban. Hozzászólásban lehet még írni ötleteket. Köszönöm, hogy ilyen kitartó nézők vagytok. Öreg erdész pipázi, a pátrás mező, őzike jár, egy gólyag család hazatalál. A kertész lányok cicáznak, a tó vízében eláznak, az én